Mozdulj Vaszari Zsuzsival szenior örömtánccsopor szívén viseli az Alzheimer betegségben szenvedők sorsát. Az egyéb megelőzési stratégiák mellett rendkívül fontos a mozgás. Az Alzheimer világnapot szeptember 21-én tartották világszerte. A tánccsoport tagjai is természetesen tánccal ünnepeltek. Tánccsoportnak bárki lehet a tagja, bárki bármikor csatlakozhat, hiszen a lényege pontosan az, hogy rövid koreográfiákat kell az órákon megtanulni, ezzel karbantartjuk az agyunkat, megelőzve az Alzheimer kór kialakulásának az esélyét, csökkentve annak az esélyét. És maga a mozgás, ami szintén nagyon jó hatással van az időseknek az egészségi állapotára. Hetente tartanak táncórákat, és mintegy 60-70-en vesznek részt a szenior örömtáncban, mely sokat segít a betegség megelőzésében, késleltetésében. Az Alzheimer világnapra nem mindennapi tánchelyszínt választott a csoport. A Pécs-Pogány reptér volt a kitüntetett. Különleges helyszínt kerestünk minden esetre, ebbe az egyik táncos társam Nemeskéri Teri volt a segítségemre, és Korda Gyurinak a Reptér című számára szeretnénk mindenféleképpen táncolni. Egyébként hagyományos szenior örömtánc koreográfiákat fogunk eljárni a mi fiatal korunk slágereinek a zenéjére. Vaszari Zsuzsi vallja, hogy nagyon szerencsés, mivel ügyes csoportjai vannak. Van úgy, hogy 8-10 új koreográfiát, vagy 8-10 új táncot is eltáncolunk. Ebben nyilván előfordulnak ismétlések is, de ha 2-3 hónappal előtte táncoltuk, akkor az már szinte újként hat. A szenior örömtáncosok mindig kiálltak az időskori demencia megelőzése érdekében. A retteget Alzheimer-kór az életkor kitolódásával egyre nagyobb méreteket ölt az emberiség körében. Az egyéb terápiák, kezelések mellett az egyik legkiválóbb módszer a késleltetésre a mozgás. Az örömtáncosok is ezt teszik, ezt tették a világnapon is a Pécs-Pogány reptéren, többek között Korda György népszerű dalára.